Úgy tartják, a haikut kétszer kell elmondani. Egyszer az agynak, és egyszer a szívnek. Kezdettől fogva ellenezte mindenki ezt a kapcsolatot. Pedig láthatjátok, milyen jól elfér a közén kikelődött 17 évet, soha ki nem mondott haiku 17 szótagjába. Pont mint a Verespálné utcai lakásunk. Kényelmes, meleg és a miénk. Van benne villany, gáz, központi fűtés, egy 39 éves férfi, egy 22 éves lány. Egy eleve halálra ítélt kapcsolat. Betegség, fájdalom, gők, sőt, még lift is. Első emeleti lakás a város szívében, és mégis csöndes helyen. Ez a miénk. Ez mind a miénk. Úgy keveredtem bele ebbe a szerelembe, mint szárnyaszeget rovarpár a légypapírba. Észrevétlen. A háttérben Csajkovszki szól. Indulnék, de nem mozdul a láb, dobban a szív, és szóra nyílik a száj, de nincs már merre indulnom hozzád. Nem vagy, mert már régen nem látlak. De vajon számon lehet-e kérni egy beteljesületlen szerelem hűtlenségét? Holott tudom, hogy minden másnak írt sorod, minden másra elcsókolt csókod, és minden másra vetett szelíd pillantásod mind-mind az enyém volt. Így hát nem sajnálom senkitől, és rád sem tudok haragudni. Csak néha blöffölök. Hisz neked én vagyok, neked szántan. Még ha vagyis olyan gyerekes, makacs és önfiú, hogy képtelen vagy ezt észrevenni. Elhanyagolsz, megbántasz és eldobsz, de nem, hát én még ezek után sem tudok rád haragudni. Ízzik a konnektor, nincsen fűtés, nem megy a lift, ömlik a gáz. Ízzik a konnektor, nincsen fűtés, nem megy a lift, ömlik a gáz. Édes kis Csacsinszki, te, aki fenekestül felforgattad az életemet, aki rossz napokon enyhülés voltál, bíztató szó, óvatos ölelés, gyengéd szerelem. Te, aki büntető lázálomból fogant álmon vagy, hát hogy hagyhattál így magamra? Csendből volt, zajjá vált, nem meghalt, megszületett, add vissza, kérlek, hát elpazarolt kincseimet. És most törjön százegyszer, százszor tört varázs. Hát elbocsájtalak, még egyszer utolszol, mert már csak bennem élsz tovább. Itt áll előtted az én bánattól megtisztult és saját akaratomból tönkretett fiatal életem. Tessék, nézd meg jól. Harag, gyűlölet, szeretet, hát mind vele ment. És amíg túl is énem ezt a rettenetes és örök megsemmisülést néhány hónappal, évvel, hát bocsássák meg nekem az emberek, nem könnyen és nem szívesen teszem. Az utolsó, erős, drága kapaszkodó ölelése és csókja az enyém volt. Megérdemlem és megőrzöm. Csendből volt, zajjá vált, nem meghalt, megszületett. Nem kérem, tartsd csak meg rád pazarolt kincseimet. Gyászomat büszkén, csendben és Ady Endréhez méltón viselem. Az életem, a jövőm nagyon érdektelen ezután. És már csak annyit mondanék az utolsó 17 szótag jogán. Örökké tied özvegy, Ady Endréné Bonca Bertuka. Örökké tied özvegy, Ady Endréné Bonca Bertuka.